Bátaszék ennek a Nizsai Dorottya általános iskola felső tagozatos diákjainak műsorával kezdődött el a március 15-i megemlékezés. Az 1848-as események egyik jeles résztvevőjének, Petőfi Sándornak nevét viselő művelődési házat megtöltötték az emlékezők. Magyarok istenére, esküszünk! Esküszünk, hogy rabot tovább nem leszünk! A műsor után a Romkertben a szabadságharc 100. évfordulójára állított emlékműnél került sor a város polgármesterének ünnepi beszédére és az emlékezés koszorúinak elhelyezésére. Sok nemzet életében vannak fordulópontok, újjászületések, amelyek hosszú időre kijelölik annak a sorsát. Kijelölik azt a történelmi utat, amelyet az elkövetkezendőkben járni lehet, és amelyeken járni kell. 1848. március 15-e egy ilyen pillanat volt a magyar történelemben. Amikor végignézünk nemzetünk által eddig megtett, több mint 1000 esztendőt átszelő úton láthatjuk, hogy 1848. március 15-e azon kevés történelmi dátumok közé tartozik, amelyek egyként kedves minden magyar ember számára. Azon a tavaszon, a népek tavaszán a magyar emberek is változást akartak. Szakítani akartak az idejét múlt elnyomó államrenddel, változtatni akartak a kizsákmányoló gazdasági rendszeren. Meg akarták szüntetni a kiváltságosok világát, le akarták rázni a sajtó cenzúráját. Változást akartak. Olyan változást, amely a nemzet minden tagját eléri. De legfőbb óhajuk az volt, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Forradalmárok voltak, akik ki akarták forgatni a világot a sarkából. A szívük heves volt, de a fejük hideg. Tudták, hogy csak magukra számíthatnak, hogy most nem lehet egymás ellen fordulni, most csak válvetve lehet egy új, egy békés, mindenki számára jobb életet biztosító országépítésbe kezdeni. Történészek írásaiból kiderül, hogy ők nem harcra, hanem építésre készültek. Egy ország, egy nemzet újjáépítésére. Azok az emberek 1848-ban nem csak a rangjukat és a vagyonukat tették kockára, hanem az életüket is. Bozsalik Róbert polgármester hozzátette, a magyar forradalom és szabadságharc emléke ellentétes érzelmeket vált ki az emberekből. Első körben persze örömet és felszabadultságot, hiszen ez a magyar történelem egyik legfelemelőbb időszaka volt, amire mindannyian büszkék lehetünk. Egy vér nélküli forradalommal egy demokratikus működés irányába indult el az ország. Hiszen a márciusi ifjak nem kívántak többet, mint a sajtószabadságát, egy felelős kormányt, törvény előtti egyenlőséget, a társadalom minden rétegének felemelkedését. Aztán, hogyha arra gondolunk, hogy ebből az eufórikus hangulatból és az építkezésből, amire készült a magyar nemzet, egy tragikus szabadságharc lett, akkor összeszorul az ember szíve, hiszen ezt a fejlődést és ezt a szabadságvágyat birodalmak tiporták el. Többek között az orosz birodalom. Március 15-e üzenete most is legalább annyira aktuális, mint 174 évvel ezelőtt. A magyar emberek többsége szabadságra vágyik. Sajtószabadságra vágyik. Egy felelős kormányra vágyik. Egy olyan kormány működésére vágyik, amely a társadalom minden rétege számára meghozza a felemelkedésnek a lehetőségét. Nagy felelőssége van most mindenkinek, hiszen néhány hét múlva egy demokratikus ország berendezkedése szerinti választásra kerül sor. Válasszunk jól! A polgármester hozzátette, tegyük életünk részévé a 12 pont bevezető gondolatát. Legyen béke, szabadság és egyetértés!